Kutyabarát hely. Együtt szkár. Sziasztok! Itt vagyunk a Napfény műterem előtt a Széchenyi tér 2/A-nál, egész pontosan, de szerintem azért nagyon sokan tudjátok, hiszen itt fantasztikus ételek, fantasztikus italok vannak. Nagyon sok rendezvényen voltunk már, hiszen szerintem pár napja megnyitott az exkluzív rendezvénytermük, ahol már Csulya Imre volt, Bezerédi Zoltán, Borovics, csak hogy folyamatosan sorolom, és még mondhatnám, hogy micsoda könyvbemutatók és egyéb kulturális rendezvények voltak. Most viszont megkaptuk az információt, miszerint képzeljétek el, már nem egy, hanem két konyhával működik a Napfény műterem, éppen azért, hogy mi szegediek, amikor ide betérünk, akkor mondjuk tele van a rendezvényterem is, vagy akár ki van bérelve, akár egy cég, akár pedig bármiféle kulturális eseménynek ad otthon, akkor természetesen ugyanúgy ne kelljen sokat várnunk, és ugyanolyan minőségben fantasztikusan megkapjuk a vacsoránkat, vagy az ebédünket. Éppen ezért most bekukucskálunk, és nektek munka közben exkluzív megmutatjuk, hogy milyen gyorsan dolgoznak a Napfény műteremben a séfek. Na gyertek! Hát uraim, valósan nem csak köszönöm. Oda nézzetek, milyen finomságok készülnek. Ahogyan ígértem a Szeged365.hu family tagoknak, nektek, nagyon nehéz dolgunk van itt a Napfény műteremben, mert elképesztően nagy pörgés van, minden asztalnál ülnek, ugye ilyenkor az arcokat óvatosan kell mutatni, viszont ami a legfontosabb, hogy képzeljétek el, egy újabb aktualitás van, ahogyan említettem, dupla, azaz kettő konyhával pörög most már a Napfény műterem, bekukucskálunk egy kicsit, gyertek! Általában a szokácsok mindig olyan nagy darabok, és óvatosan logunk be. Sziasztok! Tényleg bocsánat, csak egy kicsit becsúszunk ide. Na és akkor már is mutatunk, ott nézzük a tálalást, akkor először azt mutatjuk. Mit kapnak a vendégek? Gyorsan, még egyszer mondom, darab. Nem beszéltük le ezt, úgyhogy igen. Ne haragudj. A vendégeknek is elnézést nőve meglepetés ereje. Most jelen pillanatban kettő darab séf kedvencét kértek, illetve egy cézár csirkevel salátát, illetve a többi még most készül. Itt a kedves vendégeknek pont velünk szemben. Nagyon jó, akkor nem is tartunk föl, nehogy aztán sem minket ízek. Most már, hogy így tele van ugye az exkluzív rendezvényterem is többször, azért jó ez a dupla konyha erős. Egyértelmű, hát nekünk is leveszi a terhünket rólunk, és akkor ő rájuk legalább rá tegyük. Nagyon jó, mindjárt oda is bekukucskálunk. Jó munkát nektek, ciao, ciao, szia! Munka az első, tehát itt nagyon-nagyon gyors a kiszolgálás, nem véletlenül, hiszen itt Gyere Andor közelebb, akik már nagyon jól ismerik a Napfény műtermet, hiszen a Szeged365.hu family tagoknak bemutattuk. Gyere, bújjunk be egy picit, csak kukucskáljunk be. Itt van ugye az exkluzív rendezvényterem, ami egyébként ilyenkor természetesen ugyanúgy az étterem része, tehát tulajdonképpen plusz 60 fővel tud működni a Napfény műterem itt a Széchenyi téren, Szegeden, és hát természetesen itt van a kolléga, aki kocsánya logó szemekkel figyeli a vendégeket, mit szeretnének. Ahogy látom, az asztalok szépen le is vannak foglalva, úgyhogy ebből is látszik, hogy szükség volt erre a rendezvényteremre, ahol már Csulya Imre is volt természetesen, Borovics, a legszegedibb szegedi 2022 díj nyertese is itt tartott több előadást, és hát ilyenkor pedig nagyon fontos, ha már exkluzív rendezvényterem, több, hát közel 60 ember le tud itt ülni, akkor hogy mégse kelljen sokat várni, ezért kell egy fantasztikus konyha, és hát új hírünk van, újabb konyha indult be itt a Napfény műterembe, oda is bekukucskálunk, gyertek! Információim szerint, képzeljétek el, egy emberes tál készül, huáj, dupla konyha van itt a Napfény műteremben, és ezáltal még gyorsabb, még szuperebb a kiszolgálás, és valami fantasztikus illatok vannak. Készül tehát az emberes tál jelen pillanatban az exkluzív rendezvényterem külön konyhájában. Ami a legfontosabb egyébként, hogy már 6-szor szaladtam a konyhának különböző pontjaira, hiszen igyekszünk, mert pont azt akarjuk megmutatni nektek exkluzív, hogy ilyet én nem is tudok, hogy belvárosi, fantasztikus étterem, de ugyanúgy kézműves söröző is, rendezvényhelyszín is ugye megnyitott az exkluzív rendezvényterem. Tehát itt a Napfény műteremben nem egy, hanem két konyhán folyamatosan dolgoznak a kollégák,
Ezt mondjuk el tudom képzelni, mert láttuk, hogy mi van kint, és olyan fantasztikus illatok vannak, és látszódik a vendégeken is. Na gyere nyugodtan, mert a vendég az első. Tehát ebből látszik, hogy most egy kicsit beszaladtunk. A tulajnak üzenem, hogy nem zavartunk senkit természetesen, és ezért nem csúszik egyetlen egy étel sem. De itt láthatjátok azokat a képeket, hogy micsoda pörgés és micsoda fantasztikus dolgok készülnek itt a napfény műterem dupla konyhájában. A napfény műterem dupla konyhájába mind a kettőbe bementünk, megmutattuk nektek exkluzív a képeket, és ha már ezt a szót mondom, akkor tudjátok, itt van a napfény műteremben két hónapja a ti szemetek előtt nyitott meg a napfény műterem exkluzív rendezvényterme, ahol már nagyon sok művész megfordult. Ilyenkor természetesen, amikor meg nem program van, vagy nem zárt körű rendezvény, akkor ahogyan láthattuk, nagyon sok asztalt már is lefoglaltak. De hogyha mi szegediek jövünk, akkor nem szeretünk ám sokat várni még a napfény műterem fenséges étel. Sem. Erre is gondoltak itt, éppen ezért beizzítottak még egy konyhát, így már nem kell nagyon várni. Láthattátok, tulajdonképpen tényleg spontán rárontottunk a napfény műterem séfeire, és hát láthattuk, hogy milyen fantasztikus ételek készülnek. Foglaljatok ti is asztalt a napfény műterembe, és figyeljétek, hiszen áprilisban is egymás után jönnek a jobbnál jobb programok. Na sziasztok, kellemes estét mindenkinek!